Ez látszik most a könyves Kálmán körút felől a Rába utca bejáratánál. A kordon és a behajtani tilos tábla most csak a gyalogosok és a kerékpárosok számára teszi lehetővé a behajtást a körút felől, így aki eddig ezt a menekülő utat választotta, hogy kikerülje a volt hullám vendéglő kereszteződésének lezárását, most másik utat kell találjon. A körút ezen részén az Izsáki úti munkálatok miatt kevesen járnak. Annál több autós kényszerül megfordulni, aki a Kelemen László utcáról hajtanak ki a körútra az ezt megelőzően két irányú útszakasz elejére kihelyezett zsákutca táblát, ott jártunkkor legalább tíz autós nem vette figyelembe, így a kordonnál eszméltek rá, hogy meg kell fordulniuk, hogy kiussanak alsó széktó családi házas A forgalmi rend megváltozása mellett legalább ennyien nem vették figyelembe a kereszteződésben a jobbkész szabályt sem. A Rába utca körút felőli végénél eddig behajtani tilos, kivéve engedélytábla tábla fogadta a közlekedőket. Részben az új Zsák utca következménye lehet, hogy az autósok a rége utcát választják Egér aminek a körút felőli végén az egyirányú utca tábla alatt ugyanolyan behajtani tilos kresztábla látható, mint a Rába utca esetében volt. A rége utcában most megnövekedett forgalommal kell számolni, és érdemes előzékenyen vezetni a keskeny felületek miatt. A kivitelező arról tájékoztatta az önkormányzatot, hogy a vízmi utcai kereszteződéshez kapcsolódó építési munka fogja érinteni a rába utca és a körút csomópontját. A munkaterület miatti lezáráshoz az építőcég megkapta a várostól a közútkezelői hozzájárulást.